Karcagváros napja, alapkőletétel fegyverneken, az oltás fontosságára hívják fel a figyelmet, folyamatosan fejlődik térségünk. Jó estét kívánok! Önök a nagykunsági híradót a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2021. szeptember 27-én 18 óra 5 perckor. Városnapja rendezvényt tartottak szombaton Karcagon. Mint Sótiné Szatmári Dóra, a DKK igazgatója elmondta, kora délutánig a sétáló utcában kézműves foglalkozások, e-filek, egészségfelmérés, kirakodóvásár, bemutatók, ugrálókötelesek és akróbata csoport és kuruldobosok műsora volt. 10 órakor indult itt a sétáló utcán, a Kossuth téren a sétáló utcán a program. Ahogy mögöttünk is látják, a Techball bajnokság javában zajlik. 9 csapat érkezett hozzánk, és ők azok, akik megmérkőznek egymással. Van néhány kirakodó vásárosunk is, akik már sokadjára vannak nálunk, és nagyon szeretnek visszajönni Karcagra. Mennek a kísérő programok is, az Kátai Gábor Kórház egészségfejlesztési irodája pakolt ki ide, és ők azok, akik egészségfelmérést végeznek, tanácsadást végeznek, tehát ez az egészség körül forog ez a programrész. A gyerekekre is gondoltunk, hiszen a Városi Diák Önkormányzat képviselői is itt vannak velünk. Ők játszóházzal készültek, kézműves foglalkozással készültek, óriás társasjátékkal, illetve a Nemzeti Művelődési Intézet Hungarikum játszóházán vehetnek részt, akik ide kilátogatnak. Itt még 14 órától folytatódnak majd a programjaink a sétáló utcán, hiszen 14 órakor akrobatikus rock'n'roll bemutató lesz, illetve akrobatikus ugrókötelesek foglalják el itt a kialakított kis színpadot a Filagória előtt. Őket a kuruldobosok, egy nomád hagyományőrző dobos együttes fogja, ők Egerből érkeznek, őket követni, illetve a délutánnak a programját pedig a Birjana táncegyüttes zárja. 9 csapat részvételével Techball Karcag Kupa várta az érdeklődőket. Mi egy éve kezdtünk el játszani, először Ózdon, Majka által kaptunk egy asztalt az egyesülettel, és úgy kezdtünk el játszani. Aztán csak így haverokkal lejárkáltunk, szórakoztunk, ilyenek. Aztán felkerültünk Egerbe, elkezdtünk ott versenyszerűen játszani, és azóta is játszunk. Mi a szépsége ennek a sportnak? Szépsége? Hát elég szép mozdulatokat lehet csinálni, tehát a hajlékonyság az elég fontos. Mi a legfontosabb különbség mondjuk egy sima láb tenisz meg e között? Hát azért kisebb felületen kell játszani, tehát oda kell figyelni a dolgokra. Eléggé finoman kell beleérni a labdába. Este pedig a Kelvin utcai színpadon koncertek kezdődtek. Az Irigy-Honnai Mirigy szórakoztatja a közönséget, biztos, hogy nagyon jó hangulatot fognak varázsolni. Őket Gájer Bálint és Szekér Gergő követi, és az est koronája az tulajdonképpen a Kowalski meg a Vega nagy koncert lesz. Őket már nagyon várják, én úgy tudom, hogy nagyon sokan a városban, úgyhogy bízunk benne, hogy mindenki megtalálja számára kedves programot. A koncert után tűzijáték, azt követően pedig egy kis utcabál lesz, DJ Chris fogja majd a hangulatot irányítani. Letették az alapkövét annak a háromcsoportos új óvodának, amely a Magyar Katolikus Egyház országos óvodafejlesztési programja keretében épül Fegyverneken. A kicsik jövő ősszel vehetik birtokba az épülő ovit, amely az Orci Anna Katolikus Általános Iskola és Óvoda tagintézményeként működik majd. F. Kovács Sándor gratulált az Egri Főegyházmegyének a Fegyverneki Római Katolikus Plébániának a sikeres pályázathoz, Fegyvernek város önkormányzatának pedig köszönetet a támogatásért, áll a közleményben. Még 400 ezer 60 évnél idősebb ember nem oltatta be magát.
Míg 400 ezer 60 évnél idősebb ember nem oltatta be magát Magyarországon, pedig a koronavírus ellen beoltottak sokkal kisebb eséllyel betegednek meg, illetve sokkal enyhébbek a tüneteik. A jelenlegi adatok nagyjából megegyeznek az egy évvel ezelőttiekkel, de a kórházban ápoltak, lélegeztetőgépen lévők és az elhunytak között nagyon alacsony az oltottak száma. A fertőzöttek száma mindenképpen növekedni fog, tették hozzá. Az oltás abban segít, hogy kevesebben kerüljenek kórházba, lélegeztetőgépre, illetve kevesebben halljanak bele a koronavírus okozta megbetegedés következményeibe. A nemzetközi trendek szerint világszerte már a hatodik hullámnál tartunk, ezek közül a harmadik volt a legerősebb. Azóta csökkenő tendenciát mutat az új fertőzöttek, halottak száma. Magyarországon is feltehetően a harmadik hullám volt a legerősebb. Várhatóan a negyedik és a továbbiak egyre gyengébbek lesznek. Remélhetőleg két év alatt ez a vírus is belesimul a klasszikus koronavírusok, a nátha vírusok trendjébe. Lassan minden tekintetben a végére ér a fejlesztési ciklus. Milyen eredményekkel zárul ez a 7 éves időszak térségünk vonatkozásában? A Nagykunság és a Tiszató milyen mérleggel zár? Erről kérdezzük Kubai Imrét, a Jász-Nagykun-Szolnok megyei közgyűlés elnökét. Jász-Nagykun-Szolnok megye nagykunsági és tiszatavi térségébe összesen 84,470 milliárd forint támogatás érkezett a 2014-2020-as uniós fejlesztési ciklusban. Az elmúlt 7 éves fejlesztési ciklus rendkívül sok fejlesztést hozott Jász-Nagykun-Szolnok megyébe és Nagykunsárba is. A mintegy 90 milliárd forintnyi fejlesztés részben a területi és települési operatív program révén érkezett, másrészt a GINOP, harmadrészt pedig a vidékfejlesztési program forrásaiból, és amit az elmúlt három évben, 2019, 2020 és 2021-ben el tudunk mondani, a Magyar Falu Program, ami szintén egy nagyon fontos fejlesztési program nemzeti forrásból, így is a megye egyik húzót területe lett a Nagykunság, 1 milliárd forintnyi fejlesztési forrással gazdagodtak azok a civil szervezetek, önkormányzatok, egyházak, akik nagyon komoly közszolgáltatásokat és komoly közösségi életet éltetnek a településeiken, és ezekkel a forrásokkal kiegészülve érjük el azt a közel 90 milliárd forintot. Az is fontos, hogy nem csak a településeink szépítésére, vagy az épületeink energetikai korszerűsítésére tudtunk költeni, hanem a gazdaság élénkítésére is, és a munkahelyek megóvására is, ami a pandémia bekövetkeztét követően különösen felértékelődött, és azt tudjuk mondani, hogy a megye gazdasági teljesítménye ennek köszönhetően sem esett vissza. Ebben a Nagykunság is oszlopos szerepet vitt véghez az elmúlt időszakban. Sikerült a munkahelyeket olyan szinten megóvni, és a jövedelmeket olyan szinten stabilizálni, hogy a pandémiából egy nagyon jelentős gazdasági erővel tudtunk elindulni kifelé, és annak is köszönhető, hogy a lakosság oltakozási hajlandósága az elérte a megyei átlagot, és ebben a tekintetben jól állunk, hiszen az oltás az egyetlen olyan megoldás, ami révén a gazdaságunkat és az életünket vissza tudtuk kapni. És hát azt hiszem többször beszéltünk már arról, hogy a Nagykunság és a Tiszató is hogyan kapcsolódik egymáshoz, hiszen a fejlesztések egymást fogják generálni majd itt is. Így van, Karcag a Tiszató térségébe tartozik, és ebben a tekintetben a Tiszató térségében egy jelentős gazdasági bázist is képvisel. A megye keleti részén, közvetlen Hajdú-Bihar megyével határos területen nekünk azzal is számolnunk kell, nem csak a turizmus élénkülésére, hanem a BMW gyár betelepülésével, a műszaki és gépészeti és informatikai vállalkozások megerősödését is magával fogja hozni a következő 5-10 esztendő. És a Tiszató térségében ezen a 2x2 nyomú autóút megközelítési lehetőséggel olyan befektetők is megérkezhetnek, akiknek így a Tiszató sokkal közelebbre, sokkal kézzelfoghatóbb távolságra kerül. Tiszafüred, a Tiszató fővárosa Karcaggal hagyományosan jó kapcsolatot ápol, és az elmúlt fejlesztési időszakban felértékelődött, szintúgy, mint a megyével való összeköttetés lehetősége a 34-es számú főút felújításával. Oda a 34-es mellé és a fegyvernek Abátszalók Tiszafüred összekötő út felújítására is nagyon komoly fejlesztési forrásokat szán a kormányzat, hiszen felismerte, hogy a Tiszató további fejlődése érdekében nem csak a helyeknek az életminőségét, hanem az oda megérkező turistáknak a kényelmét is szolgálják a jobb utak,
és ez szerte az országban mindenhol egy komoly út és kerékpárút építési hullámot indított el. Ennek egyik nyertese lesz a Tiszató, a Tiszaföred-Ortobágy-Debrecen kerékpárút összeköttetéssel, valamint a Tiszaföred-Fegyvernek kerékpárút összeköttetéssel, amihez Karcaga-Berekfürdő felé tartó kerékpárúttal csatlakozik, és nagyon bízunk abban, hogy hamarosan megérkeznek a Magyar Falu programból és a TOP maradványaiból azok a források, amivel a Madaras-Tiszadás közötti útvonalat és a Tiszadás-Zsabátszaló közöttit is fel tudjuk újítani, és a megújítást követően ott is magasabb fokozatra tud kapcsolni a turizmus és a gazdaság érénkülése. A turizmust idén ebben a járványügyi helyzetben hogyan lehetett felélénkíteni, hiszen beszéltünk már a Tiszatóról, de hogyan látja itt a nagykun településeket, a Berekfürdőt, Karcagot és a Kisújszállást, hiszen ott azért a fürdők jelentősen működnek, itt hogyan sikerült a turistákat ide vonzani? Éppen tegnap kaptam készhez azt a friss kimutatást, ami a 2020 és 2021 évi turisztikai adatokat hasonlítja össze a 2019-es bázisével. 2020-ban óriási sebet kapott a turizmus és a vendéglátás. Ez a két ágazat lehetne a jövőben az aktív és okoturisztikai vonzerő, ami a gasztroturizmussal kiegészülve, akár az ön által is említett Kisújszállásnak, Karcagnak, Berekfürdőnek és a Tiszatónak további lendületet tud adni. 2019-hez képest 2020-ban nagyjából 30%, tehát közel egy harmada elveszett az idegenforgalomnak, és a külföldiek által eltöltött vendégészakák száma alig haladta meg a 1,5%-ot. Ez szerencsére az idén már egy jobb képet mutat, és 2021 el fogja érni a 2019-es bázisévet, és nagyon bízunk abban, hogy egy kicsit hosszabbra nyújtott utószezonnak köszönhetően meg is tudja azt haladni. Tehát ahogy a 2020-as 30%-os visszaesés 2019-hez képest egy nagyon komoly válságot hozott magával, azért a 2020-as aktív és ökoturisztikai kampányunk sikerének tulajdonítható talán, hogy csak 30% veszett el, és az is, hogy az év második felében a Tiszató megdöntött minden addigi turisztikai rekordot, július hónaptól kezdődően gyakorlatilag felzárkózott a Tiszató a dobogóra, és az ország három legjelentősebb turisztikai desztinációja közé került. Ez az idejében tovább folytatódott, már most a vendégészakák számán látjuk, hogy augusztusra utolérte a 2018 évit és a 2020 évit, így a 2019-es bázis év az év végére nagy valószínűséggel teljesíthető lesz. Az is nagyon fontos, hogy a 2020-21-ben elindult kommunikációs kampányt a Tiszató térségi fejlesztési tanács egy nagyon komoly pénzügyminisztériumi forrással tudja tovább folytatni, és nem állunk meg annál, hogy a tó jelenlegi szolgáltatásait népszerűsítjük, hanem olyan jövőbeni fejlesztésekre is föl szoktuk hívni rendszeresen a figyelmet, ami akár a Bátszalóknál, Tiszadásnél, vagy Tiszafülednél, és lehet a tó északi partjára is gondolni, Kiskörénél, Tiszanánánál, Sarudnál, Polosztónál, vagy Tiszabábolnánál, Tiszadorogmánál is látható fejlesztéseket fog hozni. Látjuk, hogy megújultak körbe a tiszatavi strandok, elkezdtek megújulni a kikötők, olyan bázisok jönnek létre, akár a vitorlázásra, akár a nyaralóhajózásra, ami azt gondolom, hogy nem csak hiánypótló, hanem úttörő is a Kárpát-medencében, és elsőként itt a Tiszatónál telepszik meg a nyaralóhajózás. Az is egy fontos tény, hogy a rafting, az Abátszalóki raftingpálya megépülésével és a Tiszató körbekerékpározhatóságával ezek a sportosabb, az aktív életmódhoz jobban kötődő attrakciók lettek a legvonzóbbak. A Porosztó-Tiszafület közötti kerékpárút lett az év kerékpárútja, ami azt jelenti, hogy nem csak számunkra nyilvánvaló, hogy milyen természeti értékekkel rendelkezünk, hanem most már az ide látogató vendégek is elismerik, hogy ennél szebbet és ennél tartalmasabbat máshol az országban nem lehet találni. Kedves nézőink, napi hírműsorunkat, a nagykunsági híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön, a www.karcagtv.hu weblapon, vagy töltsék le a Karcag Média Centrum applikációnkat. Viszontlátásra!